Ez a növényvédelmi szakmérnök saját kertjében éppen azt mutatja Karcagon, hogy már majdnem elnyílt a hóvirág, az utolsó virágok virítanak. Így néz ki maga a virág, ilyen három szirom levele van. A hegyekben szerintem még, ahol hűvösebb van, ott még most kezd majd virágzani, de itt már az utolsó virágok vannak kint. A szakember azt is elárulta, hogy nem ajánlja, hogy bárki leszedje a hóvirágot. Hát azért nem érdemes leszedni a vázam, hogy nézzük meg, milyen vékony szára van, ugye, és kicsi is, tehát nagyon kicsi vázak. Tehát nem, ez itt mutat szépen a kertben, tehát leszedni nem érdemes. A hóvirág mind a mellett, hogy apró védett növény is, aki a saját kertjén kívül a szabadban téple belőle, azt megbüntetik. Természetesen az erdőkben, meg a természeti helyeken ott nyilvánvaló védett, 10 000 forint egy szárnak az eszmei értéke, és egyébként is mérgező, tehát semmi szín alatt nem ajánlom, hogy valaki szedje, és főleg meg nem, hogy megegye. Európában 12 féle hóvirágot tartanak nyilván. Magyarországon körülbelül 7 faja létezik, és bár sok helyen találkozhatunk vele a szabadban, semmiképp ne szedjük le belőle, mivel védett növény.